Köszöntök mindenkit a csatornán, folytatjuk a Subnautica Below Zero tutorial videó sorozatot. És hát el nem tudom mondani, hogy mennyire örülök, hogy az előző epizódban már beszerezhettük az iránytűt, ami ott látható fölül. A felső részen, ami a nyugat észak nyugatot mutat. Innentől kezdve olyan jól fogunk tudni haladni, hogy ez megvan. Hogy tudom majd mondani nektek, és milyen nagy segítség lesz nektek, hogy tudom mondani, hogy milyen irányba fogunk haladni innen a mentőkabintól így eleinte. Hogy nyugat, észak nyugat irányba, mert ha nektek is meg lesz az iránytű, innentől kezdve már nagyon jól fogtok tudni haladni a játékba, úgyhogy mindentől kezdve fogom igazán élvezni a játékot, az igazság. Na, kettő darab eszközünk még nincs, amire az előző epizódban már nem volt idő, ezzel fogjuk tehát most folytatni. Fabrikátor. Személyes eszközök. Az első a javító eszköz, ezt fogjuk előállítani. Szükséges hozzá egy szilikongumi kristályosodottként titán. Az előző részekben mindenről volt szó, hogy hol lehet ezeket beszerezni, úgyhogy elő is állítjuk a javító eszközt. Ha valami nincs meg, akkor nézzetek vissza a korábbi epizódokat, mert szerintem akkor valami kimaradhatott. A másik pedig az ásványdetektor, amit elő fogunk állítani. Nyersanyagok, töredékek és egyéb eszközök közelségére figyelmeztető eszköz. Elég bonyolult a megfogalmazva, hát egy ilyen szkenner tulajdonképpen, de ásványszkenner. Egy darab elem, szükségeltetik hozzá egy darab titán, egy részvezeték és szilikongumi. Ha ezek megvannak, itt a detektor ilyen. The mineral detector can sniff out raw materials, potentially saving you hundreds of hours of searching. Reméljük, hogy így is lesz, amit a kedves tutorial kisasszony mond. Reméljük, hogy így lesz. Szóval, nézzük először itt a javító eszköz, ugyanaz, mint a sima Subnautica-ba. Ezzel lyukakat lehet befoltozni, hogyha majd szükségeltetik rá. De most nézzük meg a másikat, ezt a detektor ilyen, mert ez teljesen újdonság. Lássuk. Mészkő kinövést mutat, és mutatja is, hogy van itt a környéken egy, próbáljuk ki. Menjünk ki az utcámba. Nyilván ez is elemmel működik, úgyhogy sietni kell. Aha, ott mutatja egyenesen. Megyünk egyenesen. Halljátok? Itt van valahol alattunk, és tényleg ott van. Hát működik! Működik! Gyerekek, kurva jó eszköz! Mi? Titán. Ezt jelezte. Jó, hát gondolom, hogy nem egy nagy távolságra jelzi. Na, megnézzünk még egyet. Aha, ott van jobbra. Kicsit jobbra fordulunk, és tényleg ott van. Itt kattog. Tényleg itt van. Rézérc. Nagyon jó. El is rakom, ez nagyon jó eszköz. Zseniális. Nagyon tetszik. Jól van, jól van, jó, haladunk. Na, és most, hogy így felkelt a nap, akkor mi legyen a mai fel, mi legyen a mai teendő, mert annyi mindent kéne csinálni, csak tudom, hogy... Ugye átgondolom. Szerezzünk még nyersanyagot, ha már nyersanyagkutatás. Arra gondoltam, hogy elmegyünk aranyér. Nem... Nem az az aranyér, amit a betegség, nem arra gondolok. Aranyér, mint aranyért. Inkább úgy mondom, aranyért. Elmegyünk aranyért. Mint nyersanyag. Csak tudni kéne, hogy hol van az arany, igaz? Na, megmutatom nektek, mit szóltok. A központi bázistól most megkeresem nektek ezt. Látjátok? Vészhelyzeti ellátmány tároló. Oda még egyszer sem mentünk el, na most megyünk oda. Így szépen lassan úszkálva. Úszkálunk, nem ülünk ma lóra. Buvárruha nélkül lemerünk a jeges tóba. Na és akkor megyünk a vészhelyzeti ellátmány tárolóhoz. Egy kis időt vesz igénybe, amíg oda eljutunk, de legyetek türelemmel, ez egy, alapvetően ez egy türelemjáték, mint ahogy a legtöbb videójáték az. Itt egy kicsit, milyen szép hely. Fagyos egy vidék, fagyos. Mindjárt ott vagyunk, még 80 méter. Egész gyorsan el lehet úszkálni mindenféle eszköz nélkül. Meg is jöttünk itt a vészhelyzeti ellátmánytáról, fölmegyek levegőért, és akkor innen folytatjuk, jó? Meg ez a... Ide jöttünk. Na gyerünk! 30 méter mélyen van, nem olyan vészes. Oxygen, így van. Wow, milyen jól néz ki. Na, előveszük a szkennert, csak nehogy valami lopós majom itt legyen a környékem. És van itt egy jeladó, amit föl is lehet venni, meg egy PDA. Jó. Látjátok itt a jeladó. Hogyha már nektek nem kell ez a helyszín, akkor ezt felvetitek, de ez egy nagyon jó kis támpont, hogy ez a jeladó, úgyhogy itt hagyjuk. És elkezdünk itt szkennelgetni, nézzük, mi van itt. Ásványdetektor töredék már megvan, de azért köszönjük szépen.
Nézzük, mit lehet. Itt még van egy ellátmány ládika. Ó, egy kis gyógyító tudsz, igen. Nézzük a ládákat meg. Itt is egy ellátmány ládika. Egy kis víz, fertőtlenített szerencsére. Látjátok, itt az ellátmánytárló mellett van egy nagyon szép kis lefele ívelő barlangrendszer. Hozzáteszem, itt még van elszórva a dolog, várjátok, ez még nem ért még véget ez a rész. Víz. Látjátok, alaposan körül kell itt minden nézni. Az itt micsoda? Tápanyagrúd, nagyszerű. Ez itt mi hordozható? Hordozható járműkészítő töredék, itt is van belőle, ha még esetleg nincs meg nektek a teljes. Szóval nekünk oda kell lemenni, csak most megint elcsesztem az időt, úgyhogy meg a levegőt elsősorban. Úgyhogy felmegyek oxigénér, és aztán lemerülünk a csiklóba. Most elő! Vidd innen azt a szart! Jó, és akkor itt megyünk le. Lemegyünk addig, amíg el nem jutunk egy olyan helyre, ahol már a falon vannak ilyen kinövések, mert az kell nekünk. Itt van egy virágzat, látjátok? Ez tök jó, mert ezt ne passzátok el. Itt van például só lerakódás, azt mondjuk mindig hasznos, de most nem ez kell. Várjunk még a levegővel, mert az még kelleni fog később. Ne hamarkodjuk el. Oda kell nekünk majd átmenni, de először itt van egy ilyen mészkő kinövés. Titán, jó, nem érdekes. Most kell a levegő. Úgy, és most bemegyünk át oda a sárga részbe. Itt van egy virágzat, látjátok? Itt is van egy ilyen hordozható járműkészítő töredék, ha még nincs meg. És akkor itt kéne körülnézni, nézzetek, csak itt van egy ilyen agnetit kinövés. Ezüstérc van benne, nem ez kell nekünk, hanem nekünk az arany kell. Ebbe se lesz arany, de ha már itt vagyunk, felvesszük. Figyeljetek. Figyeljetek, hát itt is van agnetit. Mindent kilútoljuk az egészet, jó? Elméletek van annyi levegőnk, hogy ki tudjuk lútolni. Itt a virág. Levegő, most kell a levegő, nagyszerű, ez nagyon jó időzítés. Itt van ugye ez a... mi ez pontosan? Borostyám? Gyökérgumó. Borostyám. Na ez kell nekünk, ezt kerestem, látjátok? Kalaverit. Kalaverit. Ebben van az arany. Van benne titán is, a minden szírszar, de aranyat is találhattok benne. Na itt még egy kis cucc. És most kell figyelni, mert most már nincs elég levegőnk, úgyhogy vissza kell menni. Amerről jöttünk, jó? Oh. Nem erre jöttünk, de most már mindegy. Itt az oxigén. Szuper. Gyere, hogy? És ezzel még vissza tudunk menni, van még 50 másodpercünk, gyorsan. Ez is újra termelődött, ezt is felvesszük. Úgy. És most megint van egy csomó időnk bóklászni. Na, nézzük itt le, hogy itt mi újság van. Tudunk menni mélyebbre is, ez már izgalmasabb rész, látjátok, mert most már nagyon mélyen vagyunk. Innen már szinte nincs visszaút, hogyha... igen. Igen, az gond. Ez az, látjátok? Arany! Bizony arany! Ezt még felvesszük, és elmegyünk visszafele, mert nagyon rohamosan csökken a levegőnk. Na a lényeg az, hogy ezt a helyet, hogyha kilútoljátok, itt tele van arannyal. Ez a lényeg, és aztán persze nem árt kijutni is innen. Arra nem. Ne kapkodjatok, úgy, ott a kék, itt a virág. Egy. És itt már vezet fölfele út. Igazából ennyi. A későbbiekben majd sokkal több időtök lesz lootolni, hogyha már lesz egy ilyen mélytengeri... tenger alatt járótok, úgymond. Egy tengeri kamion, úgynevezett tengeri kamionotok lesz. Azzal már nagyon jó lesz bőven időtök itt lootolni. Most csak erre volt időnk. A lényeg, hogy megvan az arany, amiért jöttünk. Irány vissza a bázisra. Na és még egy nagyon fontos dolog, amivel foglalkoznunk kell, közben visszatértem a bázishoz, és most fogjuk először használni igazán az iránytűt. Ugyanis elindulunk innen a bázisunktól déli irányba. Na, belőjük az iránytűt, dél. Igaz? Ott az, igen, bázis déli irányba megyünk. Jó. Egyébként a Delta dokkolóállomás is arra található, arra megyünk. Körülbelül olyan 200 métert kell haladni, ami azt jelenti, hogy olyan 400... 20 méterrel a Delta dokkolóállomás előtt kell majd megállnunk. Ebből a szempontból segítség, hogy ott méri a távolságot. Még egy picit úszunk, fölmenjünk levegőért. Ugyanis van még egy dolog, ami a sima szubnautika játékhoz képest sokkal nehezebb lett. Sokkal nehezebbé vált a megtalálása. És ez nem más, mint a
Korall. A tábla korall. Na körülbelül itt vagyunk, megérkeztünk. Itt van ez a kis csomópont. Na felmegyek oxigénén, mert itt akarok megfulladni. És aztán baromira figyeljetek, mert csak egyszer mutatom. Mert leszek, mint a kamikáze pilóta oktató. Hú! Na gyerünk! Itt vagyunk tehát. Itt van ez a korallos rész. De nekünk nem ez kell. Hanem le kell merüljünk. Felveszük ott az oxigént, mind a kettőt. Milyen élőlények vannak már itt. Szóval... Jó, ez nem normális, hagyjuk. Oxigén, egyszer. Tovább lemerülünk. Második oxigént is felvesszük. Úgy, kés. És ott látható. Tűnj már a francba innen, na. Ez a táblakorral, így néz ki. Így világít. Látjátok? Ebből kell nekünk. Csak el kell találni, igen. Jó, az is kell. Úgy, jó. Vigyázzatok ezekre a ragadozókra, mert életveszélyesek. És elmebetegek. Jó, kést egyelőre elrakhatjuk. Nem tudom, hogy lá... Ott van, na ez a ragadozó, ez egy kicsit veszélyes a csávó, nem nagyon. Na a lényeg az, hogy megvan a tráblakorral. Ha van bátorságotok, nyugodtan itt még nézzetek körül. De nekünk jelen pillanatban ez is elég volt. De remélem feljutok a felszínre. Nem kap el ez a csávó itt alulról. Jézusom. Nagyon veszélyes. Ja. Jó, hol a bázis? A franc ugye ott van. 380 méterre, na hát akkor... Ez teljesen kabarészerű, ahogy eszik. És egyébként itt van az a bázis, amit már egyszer áttúrtunk. Ha emlékeztek az előző epizódban. Csak mutatom, hogy ez ennek a közelségében van. Na hát a kalandos utunknak most érik majd be a gyümölcse, ugyanis meg fogjuk csinálni a terrajzoknál ezt a hordozható járműkészítőt. Titán rút kell hozzá, számítógépchip és kenőanyag. A kenőanyagot már láthattátok korábban, hogy készül. Most számítógép chipet fogunk előállítani. Na, nézzük is, hogy hol van az. Pontosan az S-elektronikánál számítógép chip. Táblakora minta, két darab, ezt ugye most szereztük be kalandos körülmények között. Aranyat is most szereztünk be, nemrég tudjátok, hogy hol van. És részvezeték kell hozzá, hogy ugye kettő darab részből állítódik elő. És ha ez megvan, akkor jött a számítógép chip, ugyebár ezt kell előállítanunk a fabrikátorra. Fabrikátor, nyersanyagok, elektronika és ott a számítógép chip. Még egyszer, tehát két táblakora minta, arany, részvezeték. Ez is megvan. És mi az, ami még nincs nekünk? Az ugye itt van a nyersanyagok és az alapvető nyersanyagoknál. Ez a titán rúd. 5 darab titán kell hozzá, nem 10 darab, mint a sima Subnautikában. Úgyhogy kicsikét ezzel legalább könnyítették ezt a játékot, hogy ide már 5 titán is elég, ebből készül a titán rúd. Előállítjuk. Na, megvan a titán rúd is. Más dolgunk nincs, mint ugyanúgy maradunk a fabrikátorba. Lehelyezhetők. Hordozható járműkészítő előállítódik. Ez nagyon jó, ez megint hatalmas segítség, hogy a hordozható járműkészítőnk elő fog tudni nekünk állítani hasznos dolgokat. Na, menjünk kicskeje a bázisunkból, és ide fölülre a hordozható járműkészítőt kiengedjük. Meg is nézzük, hogy hol van pontosan, így van, rakjuk le mondjuk egyelőre ide. Elővesszük, és kiengedjük. Tessék! Itt a hordozható járműkészítőnk. Nagyszerű. Jó, rendben van. Na. Sok mindent mi nem tudunk csinálni ezzel a hordozható járműkészítővel, a lényeg az, hogy van. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy megpróbáljuk megtalálni itt a tenger mélyén valahol a mélytengeri kamion nevű szállítóeszközt, és megpróbáljuk elő is állítani, tehát nem csak a darabkáit megtalálni. Szóval, induljuk a kamionért. Jaj, de jó, kamionozni fogunk a Subnautikában is, hát erre vártam a legjobban. Szóval, legfontosabb, innen a bázistól megint déli irányba fogunk elindulni az iránytű szerint. Déli irány. És haladjunk ebbe az irányba 400 métert. Hát ez most egy jó darabig el fog tartani, de
Elúszkálunk. Egyébként követhetitek a Delta dokkolóállomás nevű jeladót is. A Delta dokkolóállomástól olyan 200 méterre kell lennünk, és akkor helyben vagyunk. Na, közben megérkeztünk egy ilyen csomóponthoz. A csomóponton túl, na ez már az a terület, ami nekünk kell. Látjátok, itt már elég mély a víz. És vannak ilyen cápák is ott úszkálnak. Na. A Delta dokkolóállomástól 250 méterre vagyunk, a bázistól pedig 405 méterre. Tökéletes. Na, fölmenjünk levegőjére, és akkor itt fogunk lemerülni körülbelül 100 méter mélységbe. Jó nagy levegő. Most lefele. Jó. Ja. Ott van virág is egyébként lefelé. Jó. Na, megyünk a virágért, az mindenképp kell. A levegő. Úgy. Merülünk tovább. Na, nézzük, csak itt ez nem jó. Tovább. Azt a helyet kell keresnünk, ahol le tudunk merülni 100 méter mélységbe. Látjátok itt? Ez jó lesz. Nem érdekel, most nem iszunk, most akció van. Na, ez micsoda? Ez valami más lesz. Tengeri kamion töredék. Már szkennelem is le. Itt az első. Jó. Nincs mások időnk, úgyhogy föl kell menni levegőért. De majd innen folytatjuk. Na, ide kell jönni majd. Még egyszer-kétszer. Itt fölmegyünk, és akkor rögtön vissza is jövünk ide. Nem akarom használni a tengeri csiklót, vagy az LMS csiklót, mert ma eléggé le van merülve szegény. Ó, te jóságoség. Hát jó helyre hozlak titeket, de hát muszáj. A szükség nagy úr. Nagy levegő. Vissza. Szuper. Visszamerülünk. Megint le kell menni 100 méter mélységbe itt a csomópontnál. Ennél pontosabban én sem tudom meghatározni, hogy pontosan... Baszki. Hülye állatok. Hát igen, ez veszélyes hely. Jó, és akkor itt turkáljunk tovább. Na, nézzük csak. Itt van egy csomó hely. Itt is van például tengeri kamion töredék. Látjátok itt a sötétbe. Világosban ez sokkal jobb lenne mutogatni. Tehát állandóan besötétedik. Na, fölvesszük az oxigént először itt. Úgy, aztán lejjebb megyünk. Ott a következő oxigén, és akkor itt innentől balra. Csönd legyen. Na, és akkor itt kell, hogy legyen. Itt ezt a részt már szerintem átnéztük egyszer. Most átmegyünk a túloldalra. Ujj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 
egy kicsit feljebb. Aha, aha. Látjátok, amit látjátok, amit látok? Így van. Úgy. Futi, úszi, vagy mit tudom én. Nyomás a felszínre. Oh. Mindjárt fönn vagyunk, nyugi. Nagyon sok mindent sikerült, nagyon sok terrorizot sikerült a kamionon felül elérni ezzel, úgyhogy megérte ide eljönni. Adja itt az új elérhető tárgyakat a játék. Most más dolgunk nincs, csak visszaúszunk a bázisra aztán. Megnézzük, mik ezek az új cuccok és mi kell hozzájuk. Elég látványos így a felszínen úszkálni ebbe a viharba. Meg kell hagyni. Ezt a 100 métert direkt így felszínen úszom le, hogy lássátok, hogy milyen vihar van. Milyen látványos vihar van. Na, 60 méter. Hú, mindjárt belém csap a villám, úgyhogy inkább lejövök a víz alá. Kamionozni fogunk a tenger alatt, értitek? Tudjátok mit jelent ez? Hatalmas dolog. Itt a tengeri kamion. Na, lássuk. Titán rút kell hozzá, fejlett kábelkészlet, 2 üveg, 3 ólom és energiacella. És ráadásul az egyes mélységmodul is majd idővel kell hozzá, plasztacélrút, zománcozott üveg. Lesz mit fejleszteni. Ez pedig a módosítóállomáshoz tartozik, még módosítóállomásunk sincs.
de majd azon lehet módosítani a mélységmodult, értem. Jó, akkor nézzük meg ezt a energiacellát. 2 elem, szilikon gumi. Jó. Hát megpróbálom ezeket összeszedni, jó? Ami kell hozzá. Tehát még egyszer csak úgy rend kedvéért. Ugye titán rúd, 5 darab titán. Fejlett kábelkészlet, azt is megnézzük. Maga a kábelkészlet kell hozzá, ami 2 ezüstérc, és számítógép chip pluszban, ami ugyebár 2 táblakura, mint a arany és réz vezeték. Wow, na a táblakura, mint ahogy vissza kell menni, az pech. Ugye abból nem találtunk többet. De hát ezért kell jó sok mindent kilútolni, ahol ott vagytok éppenséggel. Hát ez még egy komoly kis kör lesz. Úgyhogy a következő részt azzal fogjuk kezdeni, hogy előállítjuk ezt a bizonyos tengeri kamiont, és megpróbáljuk ezt a zomátozott üveget is előállítani. Megnézem ahhoz is pontosan mi kell, jó? Csak hogy így tudjuk. Ja igen, gyémánt, hát gyémántunk még egyáltalán nincs. Ezeket majd a következő részben elmondom, hogy nagyjából ez gyémántot hol lehet felfedezni a tenger mélyén, úgyis szerezni akarok gyémántot. Plasztacélúdra is szükségünk lesz, ugye ahhoz lítium is kell, úgyhogy lesz mivel foglalkoznunk a következő részben is, de nem baj, a lényeg az, hogy hamarosan, a következő részben egész biztosan lesz tengeri kamionunk, gyerekek, kamionozni fogunk a tenger mélyén, csak még erre várni kell egy kicsit a következő epizódig, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Mindjárt leszünk, jó, mindjárt vacsorázunk, tudom, hogy vacsora idő van. Én is ilyes vagyok. Szóval hamarosan innen folytatjuk a tutorial videó sorozatot, és remélhetőleg ti is beszerzitek majd a játékot, hogyha megtetszett nektek. Különböző kulcsos oldalakról, akár olcsóbban is beszerezhető, vagy magáról a Steamről. És sok sikert kívánok nektek a túléléshez, és tartsatok velünk az majd 5. epizódban is. Addig is az oxigénpalack legyen veletek. Sziasztok!